Nos srácok, sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit a legújabb focis kvíz videómba. Mai videóban csapatoknak a címerét kell majd együtt kitalálnunk, viszont nem lesz olyan könnyű dolgunk. Tehát nem az egész címer lesz látható, hanem pár dolog ki lesz retusálva róla. És hát igazából így nem biztos, hogy olyan könnyű dolog lesz ez. Viszont, ha már a focinál tartunk, kaptam egy felkérést, hogy játsszak videókba egy bizonyos játékkal, de én ezt csak akkor vállalnám el, hogyha nektek bejön ez a játék. Szóval itt látható igazából egy ilyen kis intrója a játéknak, ilyen Ultimate Teamhez hasonló, csak mobilon. Tehát ugyanúgy álomjátékosokat simán meg lehet benne szerezni, illetve ugyanúgy kell meccseket játszani, nyilván egy picit gyengébb grafikával, de hát ugye itt mobilról van szó, és hogyha lenne rá igény igazából, vagy netán ti is játszatok a mobilotokon ezzel a játékkal, akkor én is nagyon szívesen kipróbálom, tehát mindenféleképpen várom lent a komment szekcióba, hogy titeket érdekelne ebből a játékból egy gameplay. Viszont akkor nem is ragoznám tovább a szót, tehát akkor ugorjunk a címerekre. Nos, itt látod a mi kis oldalunk, Football Quiz, Guess the Bench, azaz focis quiz, talált ki a címert. Itt látod az első képünk, egy nagyon könnyű indítással kezdjük ezt a videót, gyerekek. Na vajon mi ez? Hát vagy a Lyoné, vagy netalántán az Atletico Madridé, biztos nem az, vagy a New York Red Bullsé, netalántán a Seattle Soundersé. Nagyon törni kell a fejemet. Nagyon remélem, hogy a következő kérdések is ilyen könnyűek lesznek, mert higgyetek el, még nem néztem végig, csak megnyitottam ezt, tehát azt tudom, hogy mennyi kérdés van benne. Na jó, Atletico Madrid. Megjelöljük. Itt a kettes számú címerünk, egy olasz csapatról van szó, vagy a Fluminense, vagy a Fiorentina, vagy a Forest Green Rovers, vagy a nem tudom milyen csapat. Szerintem ezt is ti is, akik nagyon ritkán néznek focit, még azok is simán kitalálják, hogy ez a Fiorentinának a címere, tehát ez nem egy nehéz kérdés. Harmadik címer. Ezt már nem tudom, gyerekek, itt már nem tudok ilyen piskodni. Vagy a Charlton Athletic, az nem, szerintem a Charlton lesz, mert a Charltonnal még FIFA 14-ben játszottam menedzser módot, és azoknak teljesen más a címerük, tehát azt kizárhatjuk. Vagy a Cardiff City, szerintem nem is a Cardiff, vagy ez a Cheltenham Town, vagy a Chester City. A alsó kettő közül lesz valamelyik szerintem, aztán lehet, hogy fúra mellé lövök. Inkább legyen ez a Cheltenham Town, fogalmam sincs, hogy őszinte legyek. Na, négyes számú címer. Hál' Istennek egy könnyű dolog, megint egy francia csapatról van itt szó, srácok. Vagy a Molde, vagy a Malmö, vagy a Marseille netalántán, vagy Kharkov, hogyha jól ejtem ki. Nagyon örülnék, hogyha a következő feladványok is ilyen könnyűek lennének. Ez a Marseille-nek a címere. Na, ötödik számú kérdésünk, meglehetősen easy. Vagy a Mönchengladbach címere, vagy a Bray Wanderers, vagy a Bursaspor, netalántán a Borisov. Ha valaki laikus és nem igazán néz focit, akkor bármelyikre tippelt, hiszen ugye a címerben van egy nagy B betű középen, és mindegyik csapatnak a neve B-vel kezdődik, tehát ez a címer egy nem foci rajongónak igazából egy négyes-ígyes kérdés, viszont a foci rajongók tudják, hogy ez a Borussia Mönchengladbachnak a címere. Menjünk lejjebb, megint egy könnyű címer, vagy a Valencia, vagy a Zaragoza, vagy az Osasuna, vagy a Celta Vigo. Szerintem amúgy nektek simán megy ez. Tehát, hogyha nekem megy, úgyhogy most, ha nem nézek annyi focit, mint amennyit szeretnék, akkor nektek, akik követik a futball eseményeket, azoknak biztos, hogy jól megy. Ugye én is eddig csak egy címernél bizonytalanodtam el, amiben még mindig nem vagyok biztos. Ez viszont nagyon könnyű, tehát ez a Celta Vigónak a címere. Hetes számú címer következik, megint egy spanyol csapat. Hát gyerekek, én esküszöm, azt hittem, hogy ez nehezebb lesz. Vagy a Sevilla, vagy a Sporting, vagy a Sociedad, vagy a Deportivo. Eddig nagyon könnyű, tényleg legyen már nehezebb, tehát annyira egyértelmű, hogy ez a Sevilla. 8-as számú címer, ez már egy picit nehezebb, de szerintem ezt is tudom. Vagy a Galatasaray, vagy a Grasshoppers, vagy a Gamba Osaka, vagy a Sanswell, hogyha jól ejtem ki. Szerintem ezt sokan tudják, tehát Wesley Sneijder, nem tudom, hogy most még itt játszik-e, de azt tudom, hogy az előző szezonban itt játszott, és igazából nagyon híresek a Galatasaraynak a szurkolói, tehát amit azok az emberek le tudnak művelni, az egyszerűen óriási, tehát egyszer én is mindenképpen ki akarok menni egy Galatasaray meccsre. Vagy egy Fenerbahce-ra, mindkettő nagyon durva, higgyétek el. Szóval Galatasaray, igazából el is mondtam, 9-es számú címer, szerintem Red Bull, vagy valami Red Bull kópia, fogalmam sincs. Vagy a Watford, nem hiszem, hogy a Watford, vagy az Oxford United, vagy a Wolverhampton Wanderers, azt se hiszem, vagy a Chicago Fire. Az biztos, hogy nem az első, meg nem a harmadik. A többiben viszont abszolút, de bizonytalan vagyok. Na, inkább legyen az Oxford. Na,
10-es címer, és viszont úgy tűnik, hogy ez az utolsó címer. Gyerekek, hát legrosszabb esetben 10/7-et érek el, mivel ugye az előzőben nem voltam biztos, meg még egy régebbi kérdésbe, illetve ebbe a 10-esbe se vagyok biztos, tehát azt se tudom, hogy ez melyik csapatnak lehet egyáltalán a címere. Itt van a Stockport, a Millwall, hogyha jól ejtem ki, Leyton Orient és a Middlesbrough. Hú, de szorul ejtettem ki, na mindegy. Tippeljünk, gyerekek, esküszöm, ötletem sincs. Csukott szám, ő. Hát bejelöltük ezt a Millwallt, nézzük meg, beküldjük a válaszokat. Nézzük meg az eredményünket, gyerekek. Az első az helyes, mi meglepő. Az első címer az Atletico Madrid címere. Következő. Hát szerintem ez is helyes lesz. Bizonyám a Fiorentina címere. Most jön a harmadik, amire nem tudtam a választ. Tehát itt igazából tippeltem. És igen, ezt elrontottam. Tehát ez a Chester City-nek a címere, nem annak, amit én bejelöltem. Nem baj, ma is tanultam valamit, tehát arra is jók ezek a videó. Na, negyedik címer, hát ebbe is szinte biztos voltam. Marseille, bizonyám. Ötödik címer, Mönchengladbach. Ez is jó. Hatodik címer az volt Celta Vigo, ha minden igaz, bizonyám. Hetedik címer volt ugye a Sevilla, királyság. Nyolcadik címer, igen, Galatasaray volt. És hát most jön, hogy az utolsó kettőt vajon eltaláltam-e, mert eddig 8-ból 7-et találtam el. Nézzük meg, eltaláltam? Eltaláltam, Oxford United, esküszöm gyerekek, hogy itt furra csak tippeltem. Hát bejött a tipp, hál' Istennek. Tehát legrosszabb esetben is 10-ből 8-at elértünk, de a következő múlik, hogy lesz-e 10-ből 9, amit én személy szerint kétlek. De eltaláltam! Gyerekek, hát ennél tartom csukott szemmel, baszki. Jó, hát akkor 9/10. Tök király igazából. Nem számítottam rá, hogy ennyire jól fog sikerülni ez a kvíz, habár azt tegyük hozzá, hogy csak 3 nehéz feladmány volt. Szóval srácok, azt is írjátok le kommentbe, hogy ti mennyit találtatok el a 10-ből, de aztán csak őszintén. És ha bejött ez videókra, egy lájkkal jelezd felém, nyugatózz meg a barátaiddal, és nyomassatok ti is rengeteg focis kvíz dolgot, mert szerintem egy tök menő dolog. Ne felejtsetek el, hogy a következő videóban találkozunk, ti jók legyetek, én pedig Dazis voltam. Csecse!